Kinyitotta ajtaját pakson az adventi szabaduló szoba, ahol hívogatóan világít a szán, és a karácsonyfa már feldíszítve várja a látogatókat. A lakattal lezárt vasládát ki kell nyitni, a kirakót meg kell oldani. Összesen 11 karácsonyhoz kapcsolódó feladat megoldása után juthatnak ki a résztvevők a szabaduló szobából. Megint csak bővült pakson a szabadidő hasznos eltöltését e, szolgáló e, lehetőséggel a, a, város. A városlakók számára ez, én azt gondolom, egy nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy hasznosan töltsék el a szabadidejüket, és kipróbálják ezt a, a szabaduló szobát. A fiatalok körében népszerű, körülbelül 25 perces szabadulószobát szobát Pakson 7-10 éveseknek ajánlják. A rendszer pánik gombot is tartalmaz, amit rossz közérzet vagy sikertelen kiszabadításkor lehet használni. Pályázatnak köszönhetően ingyenes az adventi szabaduló használata. A CLLD pályázat adta lehetőség az önkormányzat jó voltából pedig a financiális segítséget is megadta. A kollégákkal összedugtuk a fejünket, és hát sokat ötleteltünk, hogy milyen tematikájú legyen. A Csengei Dénes Kulturális Központ aulájában kialakított adventi tematikájú gyermekszabaduló szoba évvégéig tart nyitva. Januártól egy átalakítást követően a nagyobbakat és a felnőtteket veszik célba. A játékra telefonon és e-mailben lehet bejelentkezni.